Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. Van egy kis időm, nézzük meg, hogy mit akarnak üzenni nekünk fentről. El szeretném mondani a közleményeket, aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Aki szeretne oldásgyógyítást Mónikával vagy velem, nyugodtan lehet, Mónika nagyon-nagyon nagyszerű szakember, és Facebookon tud veled beszélni, és a negatív dolgokat azonnali hatállyal pozitívra cseréli, és betölti a jó dolgokat, mert néha olyan dolgokat viselünk, ami nem is a miénk, és másoknak a terhét is viseljük. Ezeket oldani, gyógyítani kell. Átokrontás levételt, aki szeretne, úgy érzi, hogy meg van átkozva, rossz akarok, kívánnak neki jót. Láthatjátok rajtam az én életemben, hogy most is vannak, és bizony-bizony tudjátok, hogy letiltották a YouTube-omat, amit most egyelőre visszaadtak, de mint láthattátok este is, sokan írtatok nekem, hogy újra tiltva lettetek, én visszahoztalak titeket, úgyhogy ne aggódjatok. Na, erről beszélek, hogy az átok és a rontás az igen hatásos, tehát ne hagyjátok, le kell vegyük. Meg tudom nézni bárkin, hogy van-e átok, vagy van-e rontás. Aki szeretne szerelmi összekötés, szerelmi védelmet, annak is tudok segíteni. Vannak kulcstartók otthon, ami megvéd a fekete mágiától, ha magaddal viszed a balesetektől, nem nagyon sok fajta van, csak nincs nálam, és falra akasztható amulettek, és természetesen a karkötők, amit hogyha magaddal, agadon hordod, segít mindenfajta betegségekbe, és elméletileg, és fizikailag is, úgyhogy rendeljetek, és a kisfiam postázza. Most pedig nézzük meg, hogy mit akarnak neked üzenni ma fentről. Pillanat. És mindjárt hetes kardokkal kezdem. Veszekedések. Királynő kardok. Hatos érmék, valaki szeretne visszatérni az életedbe. Tízes kelyhek, boldogság, szerelem. Király érmék. Valaki mérges is, szomorú is. Négyes kelyhek. Ötös botok, hetes érmék, félelem hold, hármas érmék, uralkodónő, hetes kelyhek, álmodozás, nem akar elengedni téged, nyolcas kardok, nem lát tisztán, zavarodott gondolkodású, lovag, botok, és a kilences kelyhek. Na, egyelőre ennyit húztam, úgy érzem, hogy te vagy neki a legnagyobb álma, és nagyon szeret téged, mély köteléket érez irántad, pláne akkor, amikor telepatikusan érzi az energiádat, érzi, mikor vagy szomorú, mikor vagy boldog, vagy mikor nem. Azt szeretné továbbra is, hogy szeressed őtet, nyisd ki a szívedet felé. Úgy érzi, hogy nagyon-nagyon szeretetre méltó ember vagy, és úgy érzi, hogy a szívedben nagyon jó lelkű ember vagy, és azt is érzi, hogy igazán felnőtt módra viselkedsz, nem vagy gyerek, jól tudod kezelni az életet, és tudod, hogy mikor mit kell mondani, mikor kivel hogyan kell beszélni. Úgy érzi, hogy te vagy számára az igazi, és úgy érzi, hogy minden nap sok-sok szeretetet küldesz felé telepatikusan, bárhol jársz, érzi az energiádat. Azt gondolja amúgy, hogy a szíved körül bizony kardokat tettél, falakat emeltél, és mikor hiányzik a puzzle-be egy pici darab, itt is még nálad valami hiányzik, tehát magyarul nem szereted őt annyira, ahogy igazából szeretned kellene, mert lehet félsz kimutatni az érzéseidet, lehet valaki már megbántott a múltban, vagy őtőle félsz, és a szívednek 90%-át odadod neki, de nem az egészet. Hiányzik egy darabka a kapcsolatból, ami pontra a pontra fölteszi
az ít. Úgy érzem, hogy lehet, hogy szomorú, és azt gondolja, hogy vesztes. Itt ott van a hetes kardok, ott van az ötös potok, ott van a nyolcas kardok, ezek mind-mind nehézségek, és a hold szomorúságot jeleznek. Lehet az is, hogy te vagy szomorú, de ő mindenképpen szomorú, és azt gondolja, hogy vesztes, hogy valamit nem kapott meg, de tudjátok, mi a jó hír? Hogy már kezd kijönni belőle, és mélabús hangulatban van, és látjátok, ott van a négyes kelyhek, ül a fánál, szomorkodik, holott láthatná, hogy még mindig szereted, bárhogy történt, bármi történt, hisz még szereted őt. Itt még tele van boldogsággal, látjátok, a fény, az Isten küldi a boldogságot. Igen, itten voltak problémák, voltak nehézségek, de itt a kezed. Itt adod neki a szeretetet, viszont nem látja. Nem látja fától az erdőt, a bosszúság és a bujasság, vagy a szomorúság, mélabús hangulat, az van a fejében jelenleg. Úgyhogy úgy érzem, hogy kezd magabiztosabb lenni, kezd kijönni ebből a hangulatból, és jobban fogja érezni magát, vagy már jobban érzi, és egyre jobb és egyre jobb lesz, értékesebbnek fogja magát érezni, mint eddig. Úgy érzem, hogy ez a férfi a múltban igen el volt akadva a te előtted, és illúzióban élt, negatív gondolatai voltak önmagával szemben, mindig a legrosszabbra gondolt, és ebből nehezen tudott kijönni, de már ebből is kezd kijönni. Úgy érzem, hogy hamarosan kinyitjátok egymásnak a szívét, el fogjátok mondani, hogy még mindig szeretitek egymást, bárhogy is történt, és úgy érzem, hogy bízik az univerzumban, bízik a Jóistenben, hogy újra egymásra találtok, és úgy érzem, gyerekek, hogy igen, benne van a Jóisten keze, benne van a sors keze, hogy legyen még kapcsolatotok együtt, hisz itt van, gyerekek, a tízes kelyhek és a hatos érmék a kisfiú virágot ad a kislánynak, hármas érmék dolgozik az ügyön, királykelyhek vannak, érzései, a tízes kelyhek, meg tudjátok, kutya, macska, és itt van az uralkodónő, ami fejlődést szeretne veled, úgyhogy úgy érzem, hogy hamarosan egyre boldogabb lesz, úgy érzem, a nehézségeken megy keresztül, jelenleg sötétségen, turbulencián, és lassan ezeket csajok el fogja engedni. Nézzük meg, hogy még mit érez irántad. Nem érzi magát biztonságban, nem tudja, hogy tényleg szereted-e őt, vagy játszol vele. Igazából szeretne ilyen lenni, a lábadhoz hever, és azt mondja, hogy gyere vissza, szeretlek. Nagyon hiányzol neki, ezért szomorú, vágyakozik utána szexuálisan, fizikailag vonzódik hozzád. Igazából fordítva van a gyűrű, hogy ugye jó lett volna elvenni téged, eljegyezni téged. Lehet valamiért ez nem történt meg. Úgy érzem, mikor rád gondol, akkor boldogságot és nyugalmat érez a szívében. Te vagy neki a boldogság, amikor telepatikusan elmondjátok egymásnak, hogy mennyire szeretitek egymást. A két lélek emlékszik, a két lélek jeleket küld egymásnak, hogy itt vagyok és szeretlek. Ez azért van, mert te vagy neki az ikertársa, vagy a lelkitársa. Úgyhogy úgy érzem, hogy nem tud aludni éjjel, nehézségei vannak az alvással, aggódik, hogy mi lesz a kapcsolattal, azokra a dolgokra gondol, amit már csináltatok, amiket mondtatok egymásnak, de lassan már ebből is ki fog jönni, de egyet tudnotok kell, sokáig nem tudott aludni a problémák miatt, a negatív gondolatai miatt úgy érzem, hogy páratok is sötétségen megy keresztül, nektek is van bajotok, lehet, hogy pont ő miatta, hisz egymásnak a tükrei vagytok, csajaim. Úgyhogy vissza akar jönni hozzád, mint egy lovag, szerelmet akar neked vallani, boldogságot akar hoz neked az életedbe hozni. Úgy érzem, hogy sok mindent elengedett már az életben, vagy te is most már kezded elengedni azokat az embereket, és azokat a dolgokat, ami nem szolgálja a javadat. Te is megtanulod, hogy a lábadra állj, megtanulod, hogy kinek kell igen mondjál, és kinek nem. Úgy érzem, hogy te is kijössz a sötétségből, jobban fogod magadat becsülni, és úgy érzem, hogy arra vágyik, hogy szeressed és tiszteljed őt. Mind a ketten ki fogtok jönni a nehézségből,
és úgy mondanám, hogy ketten alkottok egy egészet, jó csapatot alkottok, mert mind a két lélek azon fáradozik, hogy a rossz dolgok eltűnjenek. A két lélek telepatikusan megmondja egymásnak, hogy egymásnak segítetek a rossz dolgokat elengedni. Úgy érzem, hogy a fenti hatalom és a lelki család pont azon dolgozik, hogy megint összehozzon titeket, és úgy érzem, hogy sokat dolgozik a két lélek, hogy végre önmagatok lehessetek. Lehet, hogy külön-külön vagytok, ugyanakkor mind a két lélek boldog együtt, el fog indulni feléd. A két lélek már együtt van, dolgozik. Szeretne veled a szeretőkben boldogságot, szerelmet. Te vagy neki a fontos. Úgy érzem, hogy szeretne veled újra találkozni. Kihívásnak veszi ezt a kapcsolatot. Tízesér még szeretne veled gyereket, boldogságot, házasságot. Úgy érzem, hogy meg akarja védeni a szerelmeteket, meg akar védeni téged a rossz emberektől. Mind a ketten változáson fogtok túlmenni. Lehet, hogy írni is fogtok egymásnak levelet, vagy már írtatok, vagy már beszéltetek. Úgy érzem, a régi dolgok meghalnak, és kimennek az életetekből, és itt is érik a szöllő. Boldog ez a férfi, és önmagát szereti, és úgy érzi, hogy minden jót megkaphat, hogyha te veled van, nagyon-nagyon szeret téged. Úgy érzem, nagyon erőteljes telepatikus kapcsolat van köztetek. Érzitek egymásnak a skáláját, az érzelmi skáláját, hogy jól vagytok, hányas fokon vagytok, vicc, de igen. Úgy érzi, hogy fogod a kezét, szereted őt, viszont szeretné, hogyha egy kicsit még közelebb jönné hozzá, mert nem érzi magát biztonságban. Úgy érzem, harcolni fog érted, jönni fog, mint ez a gyönyörű lovagid, nem fogja békén hagyni a kapcsolatot, táncolni akar veled, boldog akar lenni. Lehet, egy párotok olyan kapcsolatban van, ahol már nem vagytok jól, vagy ő azon dolgozik, hogy hogyan lehetne ezt elszakítani. Igen, vannak félelmei, fél attól, hogy mi lesz, ha nem találkoztok többet. A legnagyobb félelme jelenleg, drágáim, az, hogy mi lesz, ha nem találkoztok többet fizikailag, és mi lesz, ha nem tudtok kibékülni. Úgy érzem, néha annyira hiányzol neki, hogy honvágya van feléd, és ez megbetegíti. De van egy jó hírem, hogy fogtok még találkozni, hiába éjjel nem tud aludni, és beenged a rossz dolgokat. Úgy érzem, hogy megígérte magának, hogy befejezi a rossz dolgokat, hogy feláll a lábára, hogy elindul hozzád, és fél attól, hogyha nem találkoztok, akkor mi lesz? Fél attól, ha az akadályok nem tűnnek el, hogyan fog ő látni téged? Akarja látni az arcodat, akarja érezni a testedet, akarja ölelni az egész lényedet, nagyon szeret téged. Úgy érzem, hogy a múltjában nagyon rossz emlékek vannak gyerekkorától, és problémák voltak. Gyerekkorában nem tanították meg őt, hogy kell szeretni. Neked is úgy érzem, hogy gyerekkorodban probléma voltak. Mind a kettőtöknek gyerekkorából adódik a félelmek, hogy senki nem szerethet engem úgy, mint én saját magamat. Lehet, nem tudták kimutatni a szeretetüket a család, és ezért egymásnak gyógyítjátok a lelki békéjét, egymást szeretitek, és egymásnak a poharát egyfolytában töltitek a boldogsággal és a szerelemmel. Úgy érzem, hogy egymásnak betöltitek a boldogságot, és egymásnak a lelki békéjét helyrehozzátok. Most már mind a ketten úgy érzem, magabiztosak lesztek. A múltat magat mögött hagyjátok. Nem fogtok így ülni itt a gombalat és a szomorúságra gondolni az ötös érmékbe. Úgy érzi, hogy kint hagytad a hidegben. Úgy érzi, hogy szereted, de nem annyira, amennyire kellene. De úgy érzi mégis, hogy hál' Isten, hogy találkoztatok. Úgy érzi, hogy te veled újra megérheti a belső békéjét. Itt ugye két gyerek játszik vidáman. Úgy érzi, hogy gyógyítottad a lelkét, hogy újra adtál neki bizalmat a szerelemmel, hogy megmutattad, mi az, hogy ünnepelni, mi az, hogy játszani. Gyerekek, úgy érzem, hogy kérjetek most, amikor nézitek ezt a videót valamit a Jóistentől, nézzetek fel az égre, és kívánjatok valamit, hisz itt van a kutya, és az azt jelenti, hogy hűséges hozzátok ez az ember, és vissza fog térni a kapcsolatotokba, és hogy igen, mágus, tehát boldogság, szerelem, és újra fogtok találkozni, és meglátjátok, hogy fogtok ti még ünnepelni, és
fogtok ti még boldogok lenni, higgyétek el nekem, de kell érte dolgozni, írjatok neki, vagy engedjétek, hogy ő írjon, de a lényeg az, hogy telepatikusan nyisd ki a szívedet, hogy érezze, hogy szereted őt, és érezze, hogy ez a kapcsolatnak még van dolga egymással, nagyon szeretlek, és erre itt is van, amit akarok, és akarom tudni, hogy hogyan érzel, úgyhogy aki nem tud írni, az telepatikusan írja meg neki a szerelmet, mondja el neki szóban, hogy nagyon szeretlek. Ő meg fogja érezni, úgyhogy mindig arra gondol, amit beszéltetek, amikor együtt voltatok, úgyhogy hajrá csajok, mondjátok el neki, vagy fiúk, hogy mit éreztek. Ő meg fogja érezni, és egyre közelebb fog jönni, egyre jobban ki fogja nyitni a szívét. Fogtok még találkozni, mert ennek a kapcsolatnak nincs vége. Köszönöm szépen, kérlek, lájkoljátok, osszátok, és csajok, ne engedjük, hogy rossz erők, vagy rossz emberek, többen is elvegyék a csatornámat, de ugyanakkor tudjátok, engem nem lehet kiirtani, vagy elnyomni, hisz van millió csatornám, és mindenhol meg fogtok találni, ha netán valamiért ide nem tudok bejönni, nézzétek a YouTube-on a képemet, és én ott vagyok, és meg fogtok találni, de sziasztok később, sziasztok, csácsá!